Mezőkövesváros önkormányzatának 2012-ben benyújtott az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítő fejlesztése című nyertes pályázata révén a 227 millió forint összértékű beruházáshoz 204 millió forint Európai Uniós támogatást kaptak, így a városnak 23 millió forintjába került a tagóvoda felújítása és bővítése. A projekt keretében három csoportszobával, tornateremmel, fejlesztő és orvosi szobával, új mosdóhelyiségekkel bővült az Egri úti tagóvoda, valamint a meglévő épületet is felújították. Új játékokat, eszközöket, illetve kültéri játszótér elemeket is kapott az intézmény. A kivitelezést a Mezőkövesdi Victory Kft. Végezte el. Az építkezést augusztus közepére befejezték. Azt követően már csak a helyiségek takarítása, berendezése, az új játékok elrendezése, a csoportszobák csinosítása maradt hátra. A projekt az épület korszerűsítése mellett új munkahelyeket is teremtett, így szeptember 1-től 4 új óvónő és egy dajka számára tudtak munkát biztosítani. Az uniós elvárásoknak megfelelő komfortos intézmény október 4-i átadó ünnepségén elsőként Újvárosi Lászlóné óvodavezető köszöntötte a megjelenteket, majd pedig Tálai András, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. Gondolom, hogyha valami fontos egy település, egy város életében, akkor az az oktatási intézménynek a építése, felújítása, bővítése. És most ugye itt Mezőkövesden ez történik, az Egri úti óvoda bővül, megújul, és így 175 gyermeknek lesz lehetősége, hogy nap mint nap itt töltse az idejét és készüljön az életére, készüljön majd az általános iskolára. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Mezőkövesdi önkormányzat érzi annak a felelősségét, hogy a város lakosságát maximálisan ki kell szolgálni, és ebben a gyermekek természetesen főszerepet, a legfontosabb szerepet játszanak. Ezért tartom azt fontosnak, hogy a zsúfolt óvodákat fölváltva, itt az Egri úti óvodának a bővítésére sikeres pályázatot nyújtottak be, és örülök, hogy egy mezőkövesdi vállalkozó tudta ezt elvégezni. Az oktatás fontosságát azt gondolom nem kell hangsúlyozni, hiszen az, hogy a gyermekeink milyen felkészülten, milyen ügyesen és lelkiekben milyen gazdagon indulnak el az iskola életre, az nem mindegy senki számára, egyetlen család számára sem. Én úgy gondolom, hogy a Mezőkövesdi képviselőtestület nagyon, nagyon érzi ennek a súlyát, felelősségét, és egyben gratulálok is nekik, hogy sikerült ezt így megvalósítani. Az államtitkár beszéde után dr. Fekete Zoltán polgármester mondott köszöntőt. Az a város, az a közösség, amely gyermekeknek épít, és gyermekintézményeket hoz létre, fejleszt, bővít, az hisz a jövőben. Mezőkövesden mi hiszünk a jövőbe, tudjuk azt, hogy jó úton járunk, épp ezért a jövőt építjük. Azt szeretnénk, hogyha az a sok gyermek, amelyik majd Mezőkövesden fog születni, korszerű, európai színvonalú intézménybe járjon. Tehát mi nem magunk sebeit nyalogatjuk, hanem építjük a jövőt, mert csak így lehet. A polgármester beszéde zárásaként kitért arra is, hogy az önkormányzat nem állt meg a fejlesztések terén, hiszen mintegy 200 millió forint értékben valósulhat majd meg a Móra Ferenc úti tagóvoda energetikai korszerűsítése, valamint a Mező Ferenc tagiskola felújítása. Csúri László, a Victory Kft. Ügyvezetője mutatta be a beruházást, majd dr. Berkes László pápai prelátus megáldotta a megújult óvodát. Tálai András államtitkár, dr. Fekete Zoltán polgármester, Újvárosi Lászlóné intézményvezető és Farkas Zoltán, a Victory Kft. Ügyvezetője közös szalagátvágással adták át a beruházást. Az ünnepséget Újvárosi Lászlóné pohár köszöntője zárta, amelyben kiemelte, mit jelent ez a fejlesztés a szülőknek és az óvodában dolgozóknak. Úgy gondolom, hogy ezt különösebben nem kell bizonygatni, hogy egy szülő akkor nyugodt, hogyha a gyermekét, a legféltettebb kincsét jó körülmények között, biztonságban és jó kezekben tudhatja. Nagyon örülünk annak, hogy ehhez az igényhez, ezzel a gyönyörű szép óvodával, ezzel a fejlesztéssel sikerült hozzájárulni. Én úgy gondolom, hogy valamennyien méltán lehetünk büszkék erre az épületre, és én
elmondhatom azt, hogy itt a színvonalas pedagógiai munkához minden feltétel adott. És én bízom abban, és azt ígérhetem, hogy megtartalommal, színvonalas pedagógiai tartalommal fogjuk megtölteni a mindennapokat. Az ünnepségen az Egri úti tagóvoda óvodásai verses, táncos, énekes műsorral kedveskedtek a megjelent vendégeknek.